A mostanában oly sokat emlegetett naturparkról talán már elmondható, hogy a szakmai előkészítésen szinte túl vannak az abban résztvevők, jelenleg a fejlesztésen van a hangsúly, hangzott el a lengyel Anna Fürdőn tartott konferencián. Azt azonban mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy ezekre a fejlesztésekre nem elegendő csupán pénzt szerezni, de olyanoknak kell lenniük, hogy a későbbiekben az önkormányzatoknak azokat fenn is kell tudniuk tartani, mondta el Szabó Loránd polgármester. Ugyanakkor a naturpark kapcsán vannak olyan programok, kezdeményezések, ami nem pénzkérdése, hanem szándék és akaratnak a kérdése, és egy lehetőségnek a kiaknázása, vagy az, hogy tisztán rendben tartok egy területet, az szintén közmunkaprogramok által végigvihető, vagy az, hogy új turistautakat festek föl, persze van egy kis festékanyag, van egy kis élő munkaerőanyag, de ezek nem akkora dolgok, amely megrendítik az önkormányzatoknak a büdzséjét, viszont olyan a helyben élőknek is, valamint az ideérkező turistáknak is olyan program lehetőséget, kimozdulási lehetőséget, szabadidős tevékenységet, és nem utolsó sorban egy egészséges életmódra utaló, vagy arra vívő tevékenységet jelenthet, mely szerintem mindenkinek az érdeke. Dr. Kiss Gábor, a Magyar Naturpark Szövetség szakértője szerint a szakmai háttértanulmánynál a helyzetfeltárás már részben elkészült, ezt követően jöhet a fejlesztési koncepció. Vannak olyan területek, például botanika, zoológia, ahol még az elkövetkezendő évekre azt gondolom, hogy a szakembereknek munkát ad, és ez egy jó hír, hiszen egyre több érték kerül elő. Egyébként nagyon érdekes, hogy erről a területről Kaposmente, a Hegyhátnak nevezett térség, illetve a völgységnek az északnyugati része, ahol sajnálatos módon ugye nincsenek olyan értékleltárak, például ilyen építészeti örökségi téren is csak részben egy-egy településre kiterjedően, de említettem már a növényekre, állatokra, ahol csak szórványadatok állnak rendelkezésre, de mind-mind olyan, ami alapján igazából a fejlesztési koncepciót el lehet készíteni, ami ennek a munkának, előkészítő munkának a következő fázisa lesz. A szaktanácsadó elmondta, ha minden a tervek szerint alakul, akkor fél éven belül felkerülhet a Kaposhegyháti Naturpark a magyarországi naturparkok térképére. Előtte azonban még közös programokat és társétákat szerveznek a park területén élőkkel.